Ahogy az elmúlt hetekben rendszeresen itt kedden este a Fehérvár Televízió platformján tettük, megpróbáljuk ma is hát kibeszélni, átbeszélni a Fehérvár és a világ történéseinek dolgait. Jó estét kívánok, ez a kezdőkör, és hát majd egy picit ilyen hírlapos túlsúlyba leszünk, mert hogy elsősorban hírlap, vagy részben hírlapos kollégák vannak itt velünk, akkor kezdjük a túloldalon Németh Krisztián, a közös halmaz. Ugye ez az első adás óta tudjuk, hogy itt is vagy, meg ott is vagy. Szervusz, örülök, jó hogy estét, itt vagy. Jó estét, szervusztam. Először a műsorban Beke Zsombor, szintén hírlapos. Jó estét, sziasztok. Újság, és hát akit már én azt gondolom, hogy nem kell bemutatni, mert most már visszajáró, hazajársz ide hozzánk, Laci, Horog László. Rám vagytok cuppalva. Hát ugye, kapjuk a leveleket, hogy gyere. Ugye van nagyon-nagyon sok, jó néhány fehérvári témánk, hiszen azért zajlanak a bajnokságok, a legtöbb helyen ugye a hajrába fordultunk, de hát azért van egy olyan téma, amit azt gondolom, hogy semmilyen szinten nem lehet megkerülni, ami most gyakorlatilag két napja foglalkoztatja tényleg a világ sajtót, megy az igazi adok-kapok, és ugye ez pedig a Superliga. Így első körben, ti mit gondoltok erről a kezdeményezést, hogy vannak tényleg csapatok, akik ugye alapítóként benne vannak, akik élből el is utasítják ezt, és azért komoly csapatok, mert például ugye a Bayern München jelezte, hogy ő nem kíván ebben részt venni, és azért azt gondolom, hogy egy szuperligát egy Bayern München nélkül nem lehet létrehozni, ahogy egyébként nagyon-nagyon furcsa lenne egy Real Madrid Barcelona nélkül például, vagy tényleg Manchester United nélkül egy bajnokok ligája főtáblája. Ti mit gondoltak erről az egészről, aztán majd nyilván belemegyünk mélyebben az adókapokba. Utóbbi azért nem annyira természetes, hogy a United ott van a főtáblán, nem akarnak. Köszönöm szépen, a kóstolást! Nem, hát majd csatlakozom valahogy az előttem szólókhoz, Laci, szerintem. Laci, te azért én nagyon kíváncsi. De azért tehát közülünk te vagy az, aki jártál azért BL mérkőzésen, nagy nyugat-európai kluboknál, azért a legrégebb óta tartod rajta az új adat, a világ történéseit. Nagy világi törvény. Így. Szóval azért ez így azért érdekes, és tényleg a nyilatkozatok, itt már olyan dolgok mennek, hogy hazudtak, hazudnak, becsaptak, elárultak, és a többi. A vírus óta tudjuk, hogy a világban baj van, és pénzügyileg azért ezeket a klubokat ez megrendítette, de érdekes, hogy ez a futballnak a hatalma, hogy a bankok mindig fognak finanszírozni, tehát a futball üzlet, vallás, és vallásból következően üzlet, minden más sportág viszi a pénzt, a futballban nagyon-nagyon komoly pénzek kereshetőek. Nem véletlenül, hogy a brit futballnak egy része amerikai tulajdonban van, azt jöttek a katariak, a szaudiak Európába, és át is rendezték a viszonyokat, és hát egy amerikai kísérlet a JP Morgan részéről, 6 milliárd dollárral, és miután onnan a Barcelona is óriási problémával küzd a Real Madrid is szintén, ezért ők úgy gondolták, hogy eljött a pillanat, hogy kilábalnak befektetői segítséggel. Az más kérdés, hogy az UEFA most itt kellően kemény választ igyekszik adni, és szerintem fog is. Tehát, hogyha... De akkor kitalálni, tud adni az UEFA? Tehát van az UEFA kezében olyan szabályrendszer, jog, ami utána nem támadható mondjuk meg Strasbourgban, tényleg azt mondja, hogy most akkor lendületből kizárom mondjuk a BL legjobb négy közé jutott csapatából ugye hármat, amelyik alapítója ennek a Superligának, megteheti-e azt az UEFA, hogy azt mondja, hogy az itt szereplő játékosok nem vehetnek részt az Európa és világbajnokságon, ugye ide már akkor jön a FIFA is, tehát ez tényleg lesz joga szerinted, vagy szerintetek? A FIFA-t én a NATO-val és az ENSZ-el hasonlítottam annak idején, hogyha egy országban beavatkoztak a futball belügyeibe, tehát leváltották a futballszövetség elnökét, ha nem volt korrupció gyanú, akkor megfenyegették az adott országot, hogy nem mehetnek ki a VB-re. És abban a pillanatban kormányválság. Tehát a FIFA-nak elképesztő hatalma van, jelentős hatalma van az UEFA-nak is. Nem véletlen, hogy annak idején, amikor Katar nyerte a VB-t, ebbe bukott bele Sepp Blatter, hogy utána a CIA megjelent Svájcba, és gyakorlatilag átrendezte a viszonyokat. A következő VB-t már Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok rendezi az USA vezényletével. Mondom, a vírusválság, ha nincs, akkor valószínűleg nem ennyire drasztikus a helyzet, de ezek a nagy klubok úgy érzik egyébként, hogy világfelettiek. Tehát például egy egyszerű példa 2018 júniusából, hogy Julen Lopetegui, aki kivezette a spanyol válogatottat, 20 meccs, 14 győzelem, 6 döntetlen, elképesztő jó focisztak a selejtezőkön, Vicente del Bosque után a következő nagyon sikeres kapitánynak tűnt, és a VB
kezdete előtt, az orosz VB kezdete előtt egy nappal hirtelen kapkodás a spanyol oldalon, mert a Real Madrid bejelentette, hogy az élő szerződése ellenére Lopetegui a VB befejeztével átveszi a Real Madridot. És a spanyol szövetség elnök akkor azonnali hatálya menesztette Lopetegit, kinevezték Fernando Hierrot, a technikai igazgatót, nem jutottak a 16 közé sem, elvéreztek az oroszok ellen. De ezzel együtt is én úgy gondolom, hogy ezek a klubok megmutatják azt, hogy igenis erősebbek, mint az adott szövetség, akár a világszövetség is. Itt most a kérdés az, Čeferin egy büntető ügyvéd, egy elég komoly jogásznak tűnik. Én úgy gondolom, hogy rendelkezik azokkal a fegyverekkel, hogy megfordítsa. Volt itt már G14-es kísérlet, abban benn volt a Real Madrid is, mellett benn volt a Bayern München, benn volt a Dortmund, abban még talán már benn volt a Paris Saint-Germain is, abban nem biztos, mert akkor még az olajos befektetők még csak a küszöbön áldogáltak, de azzal együtt is én úgy gondolom, hogy megfelelő válaszokat kell adni erre, mert tényleg óriási üzlet a futball, de azt hiszem nem írhat felül mindent. Srácok? Szerintem egy érdekes kérdés, hogy ez valós esély, hogy tényleg létrejön ez a szuperliga, és a bajnokok ligájában tényleg egy West Ham fog küzdeni egy Villarreallal, vagy ez tényleg csak egy sakjátszma, egy pókerjátszma, hogy próbálnak ez a 12 sztár klub több pénzt kisajtolni az UEFA-ból, illetve a FIFA-ból. Szerintem itt ez a nagy kérdés, hogy ez valós veszély, vagy ez csak egy nyílterű pókerjátszma. De ugye ez egy tök jogos felvetés, amit mondasz, tehát itt arról van szó, tehát, hogy minden nagyobb szeretet kivágni abból a bizonyos tortából, ugye pont Čeferin mondta azt, hogy nem is érti, hiszen ugye az UEFA 90%-ot visszaforgat a klubokhoz. Ugyanakkor az is igaz, hogy most mi megnézzük, amikor a Fradi vagy a Vidi játszik a bajnokok ligájában a Real Madriddal, meg a Real Madrid szurkolók is, vagy most mondjuk a Fradi Dinamo Kijevet. Ez két országban érdekes ez a mérkőzés. De ugyanakkor meg mondjuk egy Bayern München Real Madridot egy világ megnéz, vagy egy jelen pillanatban tényleg egy Paris Saint-Germain Manchester Cityt, tehát hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy valójában ugye a nagy meccsek hozzák a pénzt, és például én nem kedvelem Florentino Pérez, de ugye többek között ugye, mint a Real elnök erre hivatkozik, hogy a néző az nagy meccseket akar látni, az hozza a lóvét. Hát én azt gondolom, hogy a labdarúgás azon sportágak egyike, ahol azért a konzervatizmus az kézzel fogható. Tehát a VAR. A VAR-ral? Azt emlékezzünk a VAR-ral? Vissza. Tehát már mindenütt volt videóbíró, ahol teljesen tárgyilagosan meg lehet állapítani a videófelvétel alapján, hogy volt szabálytalanság, vagy nem. Hülye a bíró, vagy nem hülye. Ezt mind nagyon sokan nem szeretik. Pedig egy teljesen szerintem van értelme. Nyilván nem biztos, hogy jól fogják meg a VAR-t a játékvezetők, vagy hogy jól kezelik ezt a helyzetet, de hogy ebben a teljesen egyértelmű lehetőségben sem látják azt a szurkolók, hogy ez egy jó döntés. És éppen ezért azt gondolom, hogy ebben is látszik a futball konzervatívumusa. Tehát nem rendezünk hetente világbajnokságot, mert hogyha most lesz egy európai szuperliga, akkor legyen két hetente foci EB, meg hetente foci VB, mert azzal is lehet keresni egy vagon pénzt. És az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon sok szurkolónak nem fog tetszeni, nem csak a Liverpooliaknak, hanem sok más csapat szimpatizánsainak sem, mert hogy valójában mi úgy szeretjük a focit, ahogy az elmúlt évtizedekben volt. Én azt gondolom, nem tudom, ti hogy érzitek. Tehát mennyi pénzt akarnak még keresni? Tehát hány bőrt akarnak leúzni? A BL-el is szerintem hülyére keresik magukat a sztárklubok. Egyébként nem azt mondom, hogy nem megérdemelten, de hogy azzal is egy vagon pénzt keresnek. Az UEFA átalakítja az európai kuparendszert, behozza a konferencialigát a keletnek nekünk. Esélyünk nincs arra, hogy egy Reállal, egy Bayernnel vagy bárkivel találkozzunk a következő 10 évben. Mi kell még? Én ez a kérdés vetődött fel bennem. Három dolog. Pénz. Hát ugye most látott napvilágot a hír, ugye, hogy ugye José Mourinho-t kirúgták, hát állítólag, hogy ő azt állítja, hogy azért, mert nem vezényelt edzést hétfőn a Superliga elleni tiltakozás, tehát nyilván ez a minden idők legrosszabb bajnoki szereplését produkálja Mourinho, ugye annyi veresége van még, vagy van már, ami még korábban soha, 20 millió euró, tehát
8 milliárd forintnyi lelépési pénzt kér és fog kapni vélhetően. Tehát azért brutális számokról beszélünk, és nyilván föl fogja venni, meg el is várja, hogy ezt ő megkapja. De visszatérve a Szuperligához, hát a szurkolók már azért részben kifejezték véleményüket, hogy tehát amikor a Liverpoolban a liverpooli szurkolók a stadion elé gyakorlatilag kirakják a transzparenst, hogy, hogy elvettétek a focit, és nem akarjuk a Szuperligát. Itt valószínűleg a televíziós társaságok mondják ki majd a végső verdiktet, mert hogyha ők nem harapnak rá, akkor ebből semmi nem lesz soha. Igen, de ez is egy érdekes kérdés, hogy a két legnagyobb angol vagy brit televíziós társaság már most nemet mondott. Na de mi van, hogyha a harmadik meg azt mondja, hogy igen, hogy én ezt akarom? Itt elmentek nagyon a játékos jövedelmek, tehát amikor egy Messi 81 millió eurót keres per év, plusz a reklámjogok jelentősége is az övé marad, tehát így ezt nagyon nehéz kitermelni. Tehát 30 millió eurót akar keresni minden világsztár, ami nagyon-nagyon komoly pénz a közterhekkel együtt. Tehát Ibrahimovicnak 15 millió eurója volt a Saint-Germainnél, de az a szuperadó miatt 51 millió eurójába került a befektetőknek. Tehát ezek elképesztő pénzek, és azt mondják a klubok, ha egyszer ennyit keres, akkor igenis rabszolgává teszem, akkor játszik még a Szuperliga kapcsán még 10 meccset biztosan, de lehet, hogy többet, tehát kisajtolják belőle azt, hogy dolgozzon meg a pénzért, de ez a roppant veszélyes ebbe a dologban, hogy tényleg ellene mennek egy működő rendszernek, és az UEFA tényleg mindent elkövetett. Tehát annak idején ahhoz képest ez már egy szelídített verzió, 90-es évek végén volt, azt hiszem, két csoportkör. Tehát lement egy csoportkör, lett még egy csoportkör, nyolcad döntő, negyed döntő, elődöntő, döntő, sokkal több meccs volt. Most vissza akarják hozni ezt a rendszert, és azt mondják, hogy hétköznap játszanak, ez az adott ország bajnokságát nem befolyásolja. De valóban kérdem én, hogy utána egy Watford Leicesterre ki lesz kíváncsi, amikor párhuzamosan megy majd egy Barcelona. De ez most is kérdés, ugye, mondjuk egy hétvégén, amikor tényleg ma már gyakorlatilag, főleg a streamereknek köszönhetően, te gyakorlatilag a világ bármelyik mérkőzését kis túlzással meg tudod nézni, az indiai kettőtől az El Clásicón át, bármi. Tehát ez alapvetően nyilván egy konkurencia, nyilván egy Leicester-Watfordot, meg Leicesterben néznek, meg Watfordban, egy Real Barcát, meg tényleg Kínától kezdve Dél-Amerikán át mindenhol akarnak és néznek is. Igen, csak hogy Lacira rácsatlakozzak. Tehát abból az azért nehéz lesz. Igen, megpróbálok felvenni. Azért komoly kihívás. A farvizén. Felnőni a feladatot. De hogy, tehát ha az a sztárjátékos, aki most 30 millió eurót akar keresni, hogyha fog tudni többet keresni, mert tudja, hogy nagyobb a bevétel, akkor majd 60 milliót akar keresni, tehát ez egy kontraproduktív folyamat lesz én szerintem. Igen, mert ez, amit te mondtál, hogy a rabszolgává tenni, hogy azt mondja, hogy játszol még 10 meccset, vagy 10 meccset többet a Szuperligában, akkor azt fogja mondani, majd jön az ügynök, Raiola papa, és azt mondja, hogy Mendez. Igen, hogy hát figyelj, akkor ez 10 meccset több, akkor ez ennyivel több pénz. Hiszen ezeket a folyamatokat látjuk, én azonom alapvetően, hogy itt azért a játékos bérek tekintetében a menedzser, meg most már sokszor apuka szabja meg a dolgokat. Amikor a Haaland aláír Dortmundba, akkor van egy fizetése, meg egy aláírási pénze a Haalandnek, van a menedzsernek, meg van apukának is lóvé. És most nem rád gondoltunk sajnos, pedig milyen jó lenne, nem? Mint a Neymaréknál. Hát szomorú ez az egész, bocsánat, igen. Szimpla üzlet, tehát a futball tényleg, én akkor gondolkodtam, amikor a két nagy klub, a Realnak volt 480 millió adósság, a Barcelonának 450 millió euró. És eladták Neymar 222 millió euróért a Saint-Germainnek, akkor mondta José Mourinho, hogy ez egy roppant veszélyes játszma kezdete, hiszen lehet, hogy megér Neymar 222 millió eurót, mondjuk a katariaknak valóban, de innentől kezdve el fognak menni a játékos árak olyan szintre, hogy olyan játékosokért is kérnek olyan pénzt, amit egyszerűen nem éri meg, Haaland 200 millió euró. Tehát, és akkor a Barcelona adott egy szerintem egy nagyon rossz választ, de ők tudják, mert nem látok bele a kártyák mögé, az egy katalán nagyurak játszmája, de 222 millió eurót kaptak. Kifizették volna a tartozás felét, de őket ez nem érdekelte, hanem ők megmutatták, hogy ők igenis ennél többet tudnak,
megvették 130 millió euróért emberét, aki nem csinál már csak elkési kezdésről, mert játékfüggő, nem szerencsejáték, hanem PlayStation függő. Megvették 110 millió euróért Coutinho-t, aki gyakorlatilag volt a Bayern Münchenben, nem ügyetlen futballista, de valami hiányzik belőle. Tehát 222 megérkezett. Az adósságfelét kifizették volna, a másikat átütemezi, és kinullázza magát, ahogy a Bayern München minden évben nyereséggel zár, és viszonylag jó csapatokat épít, adott időközönként BL-t nyer, amikor nem nyer, akkor sem azért, mert játékban kevesebb, hanem nincs szerencséje. De ezek a klubok gyakorlatilag bármit megtehetnek. Amikor Luis Figo-t kivásárolták a Barcelonától, akkor a spanyol állami telefontársaság, a Telefonica fizette ki azt az összeget, a Real Madridnak kölcsönöztek kvázi. Tehát olyan mértékű üzlet a futball, hogy úgy gondolják, hogy a hitelek sem érdekesek. Itt az iménti Barcelona példa is, hogy 1 milliárd euró jött Laporta, majd valami lesz. És nem abban gondolkodnak, hogy eladjanak, hanem ők inkább vesznek. Tehát, és ezt az amerikai befektetők nagyon jól érezték. Látják az európai futballban ezt a lehetőségrendszert, illetve kezdve, hogy mondom, jó néhány klubnál már amerikai a tulajdonos, szépen lassan beszivárognak, és át is veszik a hatalmat, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól csinálják. Üzlet szempontjából igen, és nyilván üzlet, de azért alapvetően a labdarúgás a szurkolókért van, és ugye én, mint United szurkoló mondom azt, hogy én annak idején, mikor megjöttek a glézerék, akkor az elején még görültem is, hogy én az amerikai befektető, hoz majd lóvét, stb. De ugye az évek alatt kiderült, hogy nekik teljesen mindegy, hogy most a Manchester United játszik a BL-ben, vagy bajnok lesz, vagy mondjuk csak Európa Liga, vagy hetedik. Tehát akkor sem kongatták a vészharangokat, amikor hetedik lett a csapata a bajnokságban, mert amikor az év végén megnézik a cseket, akkor az van rajta, hogy minimális a különbség. Tehát nem mértékadó a különbség, hogyha most bajnok vagy, vagy BL-ben vagy, vagy BL-t indulsz, a bevételek, a mezeladások tekintetében. És itt kiesik a szurkoló, és én nem véletlenül indult be tegnap ugye a mémgyár, vagy a szurkolói transzparensek és fotók gyártása ugye a Facebookra, hogy a szegények hozták létre, vagy építették fel a labdarúgást, és most a gazdagok meg elveszik. Na most gyakorlatilag ez van? Hát igen, de fontos az is, hogy ugye 12 csapat van jelenleg, és ugye 15-en lesznek alapból. Ki lesz az a másik három? A Bayern azt mondta, hogy ő nem jön, meg a PSG is azt mondta, hogy ők nem jönnek. És ugye ebben ez a szép, hogy... És a Dortmund is azt mondta, tehát ki lesz az a három sztárklub még, mert muszáj sztárklubnak lennie, mert az az egésznek az alapja, aki pont az már a Villarreal szóba került a Leicester. Tehát itt ezért sem biztos, hogy ez életképes lesz. Arról nem beszélve, hogy azt a maradék öt helyet, meg mi alapján osztják már ki. Hát nyilván ezen dolgoznak a háttérben, de ugye az az érdekes, hogy Perez például azt mondta, hogy hát még nem keresték meg a Paris Saint-Germain-t, meg a Bayern München-t, aztán ugye utána kijött a cetli, hogy 30-abb gondolkodási időt kapott a három említett klub, ugye a Dortmunddal kiegészülve, hárman, hogy itt azért tényleg megy a mismásolás, meg a hazudozás, és akkor lehet, hogy végén tényleg neked lesz igazad, hogy semmi másról nem megy ki a játék, csak hogy a bajnokok ligájából, ahogy ugye például a Forma 1 esetében a Ferrari-nak van egy egészen különleges joga, egészen különleges státusz, hiszen nem tudjuk elképzelni a Forma 1-et jelen pillanatban Ferrari nélkül. Aztán lehet előbb-utóbb, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy ott is amerikai vezetés van most már, hogy hát el tudjuk képzelni a Ferrari nélkül a Forma 1-et. Hát egy hosszú évtizedek óta fennálló tradicionális rendszert fel tud borítani a befektetők pénze, akkor nagyon nagy baj van, szerintem. Akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Ugyanolyan vagy, mint én, ilyen kis... De nem, tényleg a futball... Ugyanezt mondom, de egyébként meg nyilván föl tudja borítani, hát a pénz határoz meg mindent. És ez nyilvánvaló, hogy nem jó. De a FIFA-nak és az UEFA-nak is rengeteg pénze van. És ezzel szemben áll, jön egy amerikai bank, és összön a gyerekek térdre. Tehát ez borzasztó. A vírus is gyakorlatilag, nem menjünk különösebben bele, de ott vannak gazdasági hatások, és nagyon sok szempontból úgy érzem, hogy van gazdasági vetülete is ennek a pandémiának, sőt egészen biztos, hogy van. És ezt kihasználva, ami részben a befektetői kör úgy gondolja, hogy térdre kényszerítette ezeket az európai nagy klubokat, akkor most ők fognak segíteni, és létrehoznak egy másik sorozatot. Az más kérdés, hogy Amerikában sportot nagyon jól csinálják. Tehát a futball BL-en kívül,
ha sorozatot veszek alapul, voltam jó néhány NBA mérkőzésen, NHL-en, és a másik két sportágat, akkor még a MLS még nem indult el olyan formában, és aztán nem voltam amerikai focin, nem voltam baseballon, de kosáron és jégkorongon voltam 15-20 évvel ezelőtt, és a futball BL után a legszervezettebb, amit valaha láttam, az a kosárlabda volt. És valami egészen elképesztő marketing volt mögötte, hihetetlen profizmus. Tehát bementél a sajtóosztályra, a meccs előtt másfél órával kiszolgáltak pincérek, és olyan paksamételt adtak eléd, hogyha úgy mentél oda, hogy fogalmad nem volt a kosárlabdáról, vagy az amerikai kosárlabdáról, másfél óra alatt fölkészültél. Valami egészen elképesztő hírözön, híranyag, végtelen profizmus, és látszott, hogy óriási üzlet. Tehát elképesztő profizmus. Ők ezt megcsinálták az amerikai futballba, az európai futballba Amerikában, de ott még azért gyerekcipőbe jár ez a dolog. A másodvonalbeli világsztárokat szerződtetnek, de most Európában látják azt a lehetőséget, hogy tényleges világsztárokkal, de nagyon komoly üzletet csinálnak. És itt jön be az, hogy a klubok gazdaságilag bajban vannak, mert ezeket a béreket fizetni kell, néző nincs, merchandising nem nagyon van, kereskedelmi bevétel nem olyan, a tévék nem fizetnek annyit, tehát valaminek történnie kell, és jött ez az ötlet. És Florentino Perez egyébként zseniálisakat húz, mert most a pandémia átépíti a stadiont, bevételt generál, nézőszámot nem emel, de olyan szolgáltatási rendszert épít a Real Madrid köré, tehát megy előre. Ráadásul úgy az edzőközpontot, a Di Stefano edzőközpontot felújította pont úgy, hogy alkalmas legyen olyan nézők nélküli BL meccsekre, abszolút kompatibilis mindenre. Tehát nagyon jó kihúzza ezt az időszakot, mire nyit a világ, addigra a Bernabéu is újra elkészül. Tehát nagyon jó döntéseket hoz, és nyilvánvalóan pénzügyi érdekek vannak mögötte. Van annyira okos az a spanyol építőipari vállalkozó, hogy megkéri annak az árát, hogy a nevét adta ahhoz, hogy élére áll ennek a kezdeményezésnek. De mondom, nagyon kérdés, jót mondott itt a fiatal kollega, hogy lehet, hogy ez csak erőfitoktatás, és ki fognak egyezni, de az UEFA már megyelé, tehát 2024-től megreformálja. Michel Platininek volt az az ötlete, és ennek köszönhető, hogy azok a kicsik, a beloruszok, a magyarok, a szlovákok, a csehek reális eséllyel pályáztunk a továbbjutásra, tehát úgy alakította ki ezt a rendszert, hogy mindig a végén két kicsit találkozott, és egynek lett reális esélye menni a BL-be, pont ezért, hogy a Real Madridot lássa azért egy szlovák szurkoló, egy osztrák is lássa azért mondjuk a Villarealt. Ez oké, okay, mert az tök jó a szlováknak, meg az osztráknak, meg nekünk is, na de a világ nagy részében, oké, okay, a Real Madridot meg fogják nézni mindenhol, bárkivel játszik, tévében is megnézed, és van 3-4 ilyen klub, de minden mellett, most ki kíváncsi tényleg egy most a semleges néző, mondjuk egy Red Bull Salzburg Ludogorets csoportmérkőzésre, vagy egy Red Bull Salzburg, vagy az a reális mondjuk így koeficiens alapján, hogy úgy kerül, hogy Red Bull Salzburg Lokomotív Moszkva mérkőzésre kíváncsiak lesznek a Spanyolországban, Angliában, a Németországban, az olaszoknál, tehát, hogy én ezt üdvözöltem annak idején, amikor Michel Platini kitalálta ezt a bajnoki, nem bajnoki ágat, És itt így nyílt nyilván esélye a persze, magyar csapatoknak is. Ő azt változtatta meg, hogy a Debrecen a végén játszott a Levski Szófiával, mert előzőleg, hogyha a spanyol negyedikkel játszott volna, nagy valószínűség az Atletico Madrid megverte volna a Debrecen, de ő azt húzta meg, igen, valóban a bajnoki nem bajnokiák, hogy a végén két olyan csapat találkozott, keleti blokkból döntően, akik egymás között eldöntötték, és kimehettek a nemzetközi porondra, engedték őket keresni. Platininak egy nagyon jó elve volt, hogy engedni kell a kicsiket is keresni ahhoz, hogy a nagyok is keressenek. Tehát Perez jót mondott a tegnapi tévéinterjújában, hogy ha a gazdagok még gazdagabbak, akkor több pénzt fognak fizetni a kicsi nevelőegyesületnek, tehát ők is talpon tudnak maradni. Tehát egy ilyen lépcsőzetes építkezésről beszélt, az más kérdés, hogy nyilvánvalóan annak idején Szébe László volt a ligaelnök, és ő mondta, hogy elképesztő vagyonok különbségek voltak akkor, csak ezt még nem láttuk, hogy a Real Madridnak 50-szerese volt a költségvetése, mint a Real Salamancának. Mindegyik királyi klub, mindenki megkapta engedélyt királytól, hogy használja ezt a titulust, de elképesztő, és ma már aztán még inkább kinyílt az olló, de úgy gondolom, hogy megnézik a kicsiket is. Én legalábbis hiszem azt, hogy nem olyan mértékben, de kell, hogy kíváncsiak legyenek. Ha más nem, az ország, a nemzeti öntudat miatt, tehát én azt hiszem, hogy kisebb meccset is. Tehát például én egy bármilyen spanyol bajnokit meg tudok nézni. Tehát egy Hetafe Celta meccs is kimondottan érdekel, mert mindenki nyerni akar, és ott vannak komoly futballisták. Még Horváth Ferika, Kispest legendás edzője mondta annak idején, hogy megfordult sok helyen, volt Genkbe házigó király, aztán játszott Kodbuszba,
aztán játszott Tel Avivba bajnok lett, és nagyon sok helyen gólkere jött, és azt mondta, a spanyol futball volt az egyetlen, akkor még második legás Almériában, azt mondta, hogy ott először éreztem, hogy nem vagyok oda való. Tehát a spanyol futballban elképesztő hatalom, és a La Ligának nagyon jó kommunikáció, és nagyon jó szervezet. Hát itt is ez az ötletelés, ez valószínű a La Ligát is ebben a formában a végét jelenti, hiszen a nagy kérdés ott is majd az, hogy a kis csapatok hogy tudják eladni majd önmagukat a nagyok nélkül. Egyébként nekem miközben néztem a főcímet, eszembe jutott, hogy az egyik kép az egy futballjátékból való, ez a Sensible vagy Sensible Soccer, és már, ebben nem vagyok biztos, de talán már abban is volt egy ilyen európai szuperliga, tehát játszhattál a kluboddal egy ilyen európai szuperligában, de ha abban nem is, akkor emlékszem, hogy a FIFA 99-ben abban volt egy európai szuperliga. Tehát akkor már így elcsepegtették az emberekben ezt a lehetőséget, és ez egyébként sokszor talán felmerült, ha nem is évről évre, de időközönként mindig lehetett hallani, hogy talán jó lenne egy ilyet szervezni. De hát most úgy tűnik. De nem ez a bajnokok ligája? Tehát, mert ugye, hogy Laci is mondta, hogy 2024-től változik ugye a bajnokok ligája lebonyolítása. Nekem az az érzésem, hogy tehát most 2021-et írunk 3 év. Tehát hogy ez egy viszonylag késői válasz, ha ez valóban mondjuk válasz a szuperligára, mert nyilván azért sejtették, érezték, hogy itt tényleg van valami készülődés, még akkor is, hogyha állítólag Agnelli ugye azt mondta Čeferinnek szombaton délután, hogy ez csak pletyka, és visszahívlak egy óra múlva, és közben kikapcsolta a telefonját, és ugye hétfő éjszaka meg bejelentették a szuperligát, de hogy akkor nem a bajnokok ligája ez? Nem a bajnokok ligájának kéne ennek lennie? Ahol egyébként nyilvánvalóan a csoportkör egy jó része kevésbé érdekes, mert mondjuk a nagy klubok 3 meccs alatt lefocizzák a továbbjutást, utolsó 3 már nem annyira érdekes, arra viszonylag kevesen kíváncsiak, hogy most akkor kimegy tovább az Európa Ligába, egyenes kiesés a szakasz, viszont az mindent visz. Igen, csak a bajnokok ligájában mondjuk sokkal több bevételt generál, például az, hogy sokkal több mérkőzésre lehet fogadni, ez eleve a BL mellett szól, ha csak a tőke oldalát nézzük. De nem tudom, én nagyon szomorú leszek, hogy ez tényleg megvalósul. Tehát ez borzasztó. Borzasztó. Én erre nem leszek kíváncsi erre a szuperligára. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha valóban létrejön, akkor a BL, mint egy nagyon erős brand, mindenki tudja, hogy mi az, hogy Champions League, vagy mi az, hogy BL. Egy hölgynek azt mondod, hogy ma BL-t nézek, pontosan tudja, hogy az a bajnokok ligája. Most akkor tudja, hogy lehet átmenni hogy a barátnőkhez. Hogy ezzel a brenddel szemben mire képes egy ilyen új, amiből benne vannak a nagy sztárklubok. De mekkorát veszít ugye akkor a bajnokok ligája, hogyha ez a jelen pillanatban a 12 csapat mondjuk kiesik belőle, és tényleg az lesz, hogy Bayern München, West Ham bajnokok ligája döntő. Igen, ez lesz a jó kérdés, hogyha tényleg létrejön ez a szuperliga, akkor a BL-től mennyi szponzorpénz, televíziós jogdíjakat tud elvonni? Mert ha a BL-től rengeteg lóvétól, pénztől fog elesni, akkor a BL akár meg is szűnhet, ami meg szerintem maga a katasztrófa lenne. Meg nem szűnik, hiszen azért mondom, Krisztián mondta, hogy azért a FIFA és az UEFA anyagilag nagyon erős. Tehát amikor itt a megbukott Blatter megbuktatták, 2,5 milliárd dollár volt a kasszában. Tehát az érzékenyen érintett mindenkit, és azt arra jó volt arra pénzre rátere nyerelni. A kosárlabdában már létrejött 10 éve az Euroliga, ott az UEB hasonló, a nagy klubok létrehoztak egy ellenszervezetet, és aztán nem nagy jövőt jósoltak nekik, közben kiderült, hogy azért vannak anyagi problémák, hiszen azok a pénzek, amit először folyósítottak, azt nem láttam tisztán, és nem is gondoltam, hogy ennek lehet vetülete másutt is, de létrehozták a FIBA. Azt mondták, hogy azért, mert a FIBA-nál alkalmatlanok, és a FIBA maradt azok a kölyök tornák, azok az U16, U18, U20-as EB, maradt a felnőtt EB, amit igazából nem nyereséges sorozatok, a felnőtt EB-vel lehetett pénzt keresni, legalábbis a rendező városok, szállodaipar, vendéglátás, turizmus miatt, de azt mondták, hogy azért, mert a FIBA-n alkalmatlanok voltak. Nem feltétlenül voltak alkalmatok, és ezen tegnap kezdtem el gondolkodni, hanem egyszerűen ott is jött egy üzleti kör, ami meggyőzte a nagy kosarlabda klubokat, és már ott is érdekes, hogy ott volt bent volt a Barcelona, a Real Madrid, tehát látok hasonlóságot és látok átmenetet, és ott nagyon nagy pénzeket kezdtek osztani. És a kluboknak azért van nagy hatalma, hiszen a játékosok béreit adják. Tehát a válogatottakkal és az adott országok szövetségével szemben a Real Madrid azért merte meglépni egy VB előtt,
Tehát egy 8 évvel korábban világbajnoki címet szerző spanyol válogatott, aki előtte és utána is nyert még egy EB-t, és ott volt folyamatosan a világ élvonalában. A Real Madrid megmutatta azt is, hogy én elveszem az edzőtöket, ha akarom. Ha akarom, a VB kezdete előtt egy nappal én bejelentem, hogy a szövetség kapitány, akinek 2 évig élő szerződése van, az edzőm lesz. Tehát itt ezek a klubok is joggal gondolják azt részben, ha én fizetem ezt a játékost, Cristiano Ronaldo-t a Juventus fizeti, akkor majd ők megmondják a portugál válogatottnak, hogy melyik meccseken lép pályára, a barátságos meccsen mennyi időt tölt, mert ők adják a jövedelmét, és ők termelik ki. És ez egy ilyen roppant veszélyes üzem, hogyha ezek a klubok anyagilag, gazdaságilag rossz helyzetbe kerülnek, akkor jön egy befektető kör, és aztán ők meg végképp átrázolnak mindent. És ott már nem is érdekes a klub sem, a szövetség sem, és adott esetben még az, maga az ország sem feltétlenül. Akkor semmi sem számít, csak a lóvé. Így van. Pontosan. Jó, hát én azt gondolom, hogy sokat fogunk mi beszélgetni itt a következő hetekben, meg nem csak mi, hanem a világ erre szakosodott része, meg mindenki erről a témáról, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége, hiszen azért itt pár hónapon belül nyilván látni kell, hogy a Bajnokok Ligája majd hogy indul, meg lesz-e tényleg akkor augusztus végétől mondjuk adott esetben szuperliga, de most akkor foglalkozunk el nagyon picit egy másik szuperligával, a mi kis szuperligánkkal, az OTP Bank ligával. Ugye a hétvégén a Vidi 3-2-re győzött a Honvéd ellen, látjuk már, vagy látjátok már Szabics Imre keze nyomát, azért bejutott a kupadöntőbe, ugye jó, egy Kisvárd elleni 0-0-val kezdett, ahol ugye azért Fiola rendesen keresztül húzta a számításokat, de azóta, mintha így működne a csapat. Hogy látjátok, hogy van ebben már Szabicsnak? Jó, Torgellinek van, ugye, azt láttuk ugye a Fiola esetében. Ugye ez a vicc része, de hogy ennek az edzői triónak a kezemunkáját, kezenyomát látjuk már a Vidin? Hát előrelépés mindenképpen lett. Szerintem sokkal összeszedettebb az egész csapat, és talán a csapat egység is jobb. De az lesz a kérdés, hogy nyáron, amikor tényleg egy teljes felkészülést majd tud csinálni a Szabics vezette edzői trió, akkor tud, mert most ugye egy alap 4-4-2-t játszik a Vidi, tehát viszonylag egy alap formációt, hogy tényleg tud-e megújulni. Mert ugye a magyar edzőknél mindig ez a kicsit probléma, hogy nem tud mindig megújulni az új szezonra például. Főleg az árnyébe tegyük hozzá, ez a 4-4-2 ma már nem feltétlenül a legkorszerűbb. Igen. És hát az sem mindegy, hogy kiáll a kapuban, minden tiszteletem egyébként Kovács Dánielé, meg Emil Rockové, de hát azért az NB1 egyik legjobb kapusa nélkül végig tolni majdnem egy teljes szezont, akár Szabics Imrének, akár Márton Gábornak, hát Kovácsik Ádám nélkül azért nem ugyanaz a Vidi, mint ami vele. Ezt a szezont a kupa győzelem menti meg, nyilvánvalóan a bajnokságban most már harmadik lesz a videóton, nem nagyon tudok elképzelni más forgatókönyvet. Kalandvágyból fölment a múlt csütörtöki MTK elleni meccse, 2 fok volt, hihetetlen. Globális felmelegedésről beszélünk, és április közepén szakad a hó, illetőleg elképesztő hideg volt, de jó játszottunk, szervezettek voltunk, és itt jön az, hogy Szalai Tamás, aki végül is megbízott edzőként volt 1,5 hónapot, én úgy gondolom, hogy óriásit tett hozzá a Vidóton idei szezonjához. Ha kupát megnyerjük, vagy megnyeri a Vidi többes szám, egyes szám, harmadik személy, más többes szám, harmadik személy, mindegy, hogy fogalmazok, akkor a Fradi elleni ottani győzelemnek elképesztő jelentősége van, amit én szakmailag igyekeztem kívülállóként figyelni, hogy azt a meccset, ahogy meccselte az a tím, az valami egészen elképesztő volt. Tehát ott dőlt el, és ott lett igazából, ott válhat sikeressé a Vidóton szezonja, hogy a Fradit ott megverték. És aztán utána úgy gondolom, lendületből ez most már végig fog menni, mert én nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Vidóton a kupa döntőt elveszítse. Nem tudtam elképzelni, korábban sem többször mégis sikerült, de most valóban úgy gondolom, hogy ezt meg fogják nyerni. Akkor végül is, tehát ha jól értem, amit mondasz, akkor itt Szalai volt, Szalai lehet ennek az egész szezonnak utólag majd visszanézve a kulcs figurája. Egy döntő tényező azzal, hogy a Ferencváros idegenben meg tudta verni a kupában, mert elvileg utána könnyebb ellenfelekkel, hogy jöjjenek. Neki is voltak a bajnokikon kevésbé jó eredményei, de én úgy gondolom, hogy ő tisztában volt azzal, hogy kapta ezt a lehetőséget, szépen meg is oldotta. Az Imrével pedig jött egy új infrastruktúra, amit a Nyugat-Európában, amit tanult, nagy kluboknál futballozott, komoly helyen edzősködött a Sturm Graznál, a Fodál mellett tanulta a szakmát, és aztán egy nagyon jó elemző. Azt mondják az osztrákok, hogy nem is véletlenül nem akart megválni tőle a korábbi edzője, aztán a barátja. Csak az Imre bizonyította azt, hogy tényleg vezető edző akar lenni. Tehát úgy gondolom, hogy neki nagyon szép élete volt Grázban a családjával, bejárt Bécsbe dolgozni. Egy élhető élettől ér Grác is, Bécs különösen.
De ő azt mondta, hogy megpróbálja, mint hogy mondtam a múltkori adásban, hogy Bódog Tamás kapcsán is, ő is azt mondta, hogy nagyon szépen el volt a Red Bullnál, aztán a Brøndbynél, a Zorniker mellett, de ő is azt mondta, hogy ha én edző akarok lenni, akkor 45 éves korom környékén meg kell próbálnom, hogy alkalmas vagyok, vagy sem. És ha ez a lehetőség Diósgyőrbe jön el, vagy Kisvárdán, vagy a Honvédnál, akkor ezt meg kell ragadnom, mert szépen el leszek a langyos vízben, de én bizonyítani akarom, hogy igenis, alanyagon is képes vagyok nagy eredményekre, akár nagy kluboknál is. Hát ez Szabi Simán Kisvárdára vagy Diósgyőrben nem biztos, hogy hazajött volna. Nem vágyik oda, én úgy gondolom. De a videót van, úgy gondolom, hogy egy komoly lehetőségrendszert jelent. Az első itthoni mérkőzése után, a sima győzelmet követően jött be a sajtótájékoztatóra, és meglepődött, hogy nem online, hanem vannak ott emberek. És azt mondja, hát kollégák, hát micsoda öröm, hogy itt arcokat látok, mondom. Fogadd el, hogy végre igazán nagy klubnál dolgozom. Igen, egyébként csak, hogy egy picit kontrasztos legyen itt az első téma, meg ez a mostani. Tehát azért az is nagyon szomorú, hogy azzal, hogy megnyerjük a kupát, vagy azzal, hogy dobogósok leszünk, most teljesen mindegy, a konferencia ligába kvalifikálunk, míg arról beszélünk, hogy itt 10 csapat kisajátítja magának gyakorlatilag a top futballt Európában. Ez nyilván a magyar futball elmúlt nem tudom hány évtizedének is egy picit a hibája, de hogy ez van. Nekem, és ez nagyon szomorú, ez is nagyon szomorú. Nekem egyébként az jutott eszembe, amikor a jó 4 óra 20 percet Laci azt mesélte, hogy az NBA-ben kaptál egy olyan paksamétát, amivel gyakorlatilag a kosárlabdát megtanultad másfél óra, és ilyen a Bajnokok Ligájában is, amikor elmész mondjuk te közvetíteni kommentátorként, akkor kapsz egy ilyen elképesztő füzetet, amiben vagy a Premier League meccsbeharangozó ilyen elképesztő, brutális részletességgel kidolgozott statisztika, mindenféle olyan fontos információ benne van, amire neked közben szükséged lehet, és ez van a mérleg egyik serpenyőjében, és tényleg most hozzuk a Premier League-et, ahol szezon elején például meg is kapod ugye azt a kis videót, ahol minden játékos fölmondja a saját nevét, hogy te tudjad, hogy alapvetően hogy kell mondani annak a játékosnak a nevét. Magyarországon elmész egy mérkőzést, és ez kerül a másik serpenyőbe, akkor kapsz egy papírt, ami rajta van a esetleg, vagy a jó eséllyel tökéletes összeállítás. Tehát, hogy azért ez is megmutat valamit, nem? Egy különbséget. Hát, azon múlik, hogy mekkora pénzek mozognak. Például a Bundesligában voltam negyedosztályú meccseken is, tehát sőt, voltam harmadosztályban. A Düsseldorf játszott a Werder Bremen 2-vel az utolsó fordulóban. Ez a meccs kezdődött 3-kor, és utána 17:30 volt Schalke Dortmund, és onnan át lehetett érni, különösen a Ruhrvidéken nagyon könnyű volt a közlekedés. Hát főleg, aki kiismeri magát rutinosan. Sofőrrel voltam. És én telefonáltam a Düsseldorfnak, hogy szeretnék jönni a meccs, és mondták, hogy nincs jegy. 54 ezer stadionról beszéltünk, harmadosztályú német bajnokiról, és mondták, hogy nincs jegy. Nem akarok meccset, jegyet venni, én szeretnék újságíróként. Egy magyar újságíró székés, hogy miért akar harmadosztályú német meccset nézni, mert mondom, szeretném megnézni. És aztán küzdelem árán végül sikerült bejutnom, de valami egészen elképesztő hangulat. Akkor már lehetett érezni, hogy nagyon nagy klubot építenek, ami később aztán ment is az élvonalba. De a németeknél a másodosztályban is valami félelmetes a felkészültség. Mondom, a harmadosztály is komis, voltam Eintracht Trierbe, Aschaffenburg ellen negyedosztályban, az is fogható meccs volt 4,5-5 ezer néző előtt. Mondjuk a németeknél a futball vallás. Itt azon múlik egy-egy kiszolgálás, hogy mekkora a média személyzet és mekkora az üzlet. Tehát a németeknél nem csak az, hogy pincérek szolgálnak fel már a másodosztályban is, tehát ott, de elvárják, de az NBA-nél is, az NHL-nél is, tehát a másik két vezető sportágat Amerikában ismétlen nem láttam, de ott is az van, hogy minden szolgáltatást megadnak, de utána kérik, hogy mit írtál, csak pozitív, de egyáltalán, hogy bejuthassál azokra a meccsekre, előzőre neked dokumentálnod kell, hogy dolgoztál nekik, foglalkoztál velük, és jót írtál róluk. Tehát itt ez nagyon fontos, hogy ők kiszolgálnak, mindent megadnak, szakmailag, emberileg, morálisan, egzisztenciálisan, de elvárják, és utána visszaellenőrzik. És ezért, mert az üzlet ez így működik. És azért mondom Magyarországon is, hogyha most már több pénz van, de ez a játékos bérekre megy el, és a klubok infrastruktúrájának a növelésére. Ha majd komolyabb sajtóosztályok dolgoznak, akkor majd itt is lesznek olyan tagsamétek, mint hogy a 91-ben indult a BL, és
egy darabig, amíg jártam rendszeresen, mindig az az álma minden évben két-három BL meccset megnézni, ezt az nyilván megszűnt. Jó néhány tényező okán az elmúlt évek úgy zajlottak, hogy egy-egy meccs az ember el tudott menni, de nem rendszeresen. De ott is az van, hogy egészen elképesztő a profizmus, mint ahogy mondom Amerikában is, de a Nyugat-Európában is jó néhány helyszínen. Itt az, hogy mekkora pénzek mozognak, és mekkora az üzlet. Itt ezen múlik, és mondom, hogy ha itt is az anyagi viszonyok még jobbak lesznek, tehát nem várható el mondjuk egy kazak kis klubtól, hogy ugyanazt a feltételt rendszer biztosítsa, mint mondjuk egy nyugat-európai vezéregyesület. Most az árnyelve jegyzem meg, hogy kazak kis klub, de milyen pénzek vannak azért ott is, tehát meglátjuk, hogy ott is abból mi nő ki. Ugye érintőlegesen már érintettük a kosárlabdát, ugye nem tesszük itt a hülyét, nyilván ez a műsor nem élőben megy, ezt kedden délőtt rögzítettük, tehát amikor mi adásba kerülünk, akkor már ugye túl leszünk a Debrecen Alba párharc, vagy Alba párharc második mérkőzésén. Nagyon jó kezdett a csapat, ugye elvette az Alba a pályaelőnyt, és ugye előzetesen voltak olyan hangok, olyan felhangok, hogy hát ez a Debrecen, ez főleg pályaelőnyről reális esélye van arra, hogy akkor kiverje az Albát. Most meg ott vagyunk, hogy itt a pályaelőny, várjuk a hazai meccset, és abba bízunk, hogy mondom, amikor már minket néznek a kedves nézők, akkor 2-0 van. Meglepett titeket, hogy Debrecenben, és azért maga biztosan, tehát 96-81, tehát idegenben meg majdnem 100 pontot dobott a gárda. Hát ez a Magyar Kupában is azért Szolnokot elég komolyan igyekezett megleckéztetni az Albafehérvár, és talán náluk most ebben a szezonban úgy néz ki, hogy meg lehet az ideális helyzet szemben a Hokisokkal, a Volánnal, hogy a lényegre szívják fel magukat, és ott vágják ki a rezet, és nem az alapszakaszban. Picit fontosabb ez a, vagy értékesebb ez a felállás. Igen, nagy kérdés lesz, hogy a szezon további részében nagyon fontos mérkőzésekre hogy tudják ugye felszívni magukat. Azért az idei szezonban megfigyelhető volt, akár ugye, ahogy említetted, a Szolnok elleni Magyar Kupa nyolcas döntőjén elért eredmény, hogy mindig a fontos mérkőzéseken egy-egy ponttal lecsúsztak a győzelemről, viszont ugye például most is a Debrecenben már győztek, úgy gondolom, ha 2-0 lesz, akkor onnan már meg lehet a továbbjutás. Szezonban 4 meccset játszottunk a Debrecenben, volt szeptember közepén, péntek vasárnapban néhány ponttal kikaptunk, aztán 4 ponttal nyertünk. Utána december elején 76-64-re nyert a Fehérvár, majd utána február 27-én, utána olvastam ezeknek, itt a playoffra készülve, 102-95-re nyert a Debrecen, tehát 2-2-re álltak, és a kupában nagyon jól játszottak. Tehát a negyed döntő könnyed volt, elődöntő könnyed, a döntőbe is visszajöttek 21 pontról, vezettek is, de aztán Stefan Moody, aki zseniális a keze, ott elkezdett dobálni olyan homályos triplákat, nem is értette, hogy miért akarja megvalósítani magam, amikor látszott, hogy azon a meccsen nem megy, és aztán a 4 válogatottal, meg a jó külföldiekkel felálló Falko végül magabiztosan nyert. És emiatt tartottam egy kicsit ettől a debreceni meccstől, de tegnap újra megnéztem az összefoglalót a mérkőzésnek, és végtelen szervezet volt az Alba is. Itt a döntő momentum, ez az Esa Ahmad nevű center, aki 2 hónapot a térde miatt kihagyott, és minden meccs ő 15 pont és 10 lepattanó és 5 passz az garantált volt. Most az Alba milyen meccseket elveszített, ezek mind nagyon-nagyon hiányoztak, és ez a Pali a rotációban végtelen fontos szerepet játszott, hiszen Csorvás is sérülésből, Covidból, betegségből jött vissza, nem volt olyan fizikai állapotban is. Egy magas ember mindig kell, aki szedi a lepattanót, és kell mellette egy, aki brusztol a palánk alatt. És ezzel az Ahmad nevű úriemberrel kiesett az a fajta lehetőségrendszer, hogy egyrészt változatosabb legyen a játék, meg az nehéz élethelyzetekben valaki jön és segít. És ez a Pali rendkívül jól játszott, és nyilván mentek a többiek is. Tehát nem akad gyenge teljesítmény. Tehát a 7 pontos volt a Csorvási Milány a 3 fiatal mellett, és ő is nagyon-nagyon jól játszott. Lepattanókat szedett, tehát voltak extrák. És itt jön a Vojvoda zseniajtása, hogy azért ő akkor dob olyan triplát, ami kell, hogy átlendítse a csapatot a holdponton, és nagyon fontos élethelyzetekben. Hát nem is merek belegondolni, szolnokiként hányszor vert meg bennünket. De úgy gondolom, hogy jó lett most itt a kiválasztás a vendégmunkások kapcsán, és nagyon sok a tehetséges fiatal, akik bevethetők itt a fiatal szabály miatt, meg úgy gondolom, hogy tényleg Vojvodával elképesztően nagyot nyertünk. Én nem hiszem, hogy ma ne nyernénk,
és úgy gondolom, hogy a három meccsből egyet később is tud nyerni az Alba. Tehát én nem vizionálom a döntőt, vagy az elődöntőt, de én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy elvették a pályaelőnyt, én szerintem azt már nem adják vissza. És az elmúlt évek, csak egy-egy gyors válasz kérek így a műsor végén mindenkit, az elmúlt évek hányattatásai után adott esetben egy elődöntőbe jutás, egy bronzérem, az akkor az idei szezonban sikerként könyvelhető el? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát az a Szolnok és az a Falkó nagyon erősnek tűnik, de mögöttük, akár velük jó esetben, de mögöttük mindenképpen a harmadik helyez realitás lehet. Abszolút egyetértek, hát azért ez egy komoly mélyponton van túl a csapat, azért az elmúlt szezon az elég csúnya volt, úgyhogy szerintem Forrai Gábor szépen összerántotta ezt a társaságot, ráadásul egy nagyon kemény időszakban, amikor edzés sem tudott hosszú ideig vezényelni, amikor még korábban az első vagy második hullám idején ugye a megfertőződések felütötték a fejüket a csapatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Szerintem is nagyon jó dolgozik. Neki olyan szerződése van, hogy nyilván a kupa szereplés is jó jött volna, de a bajnokságba kell neki a négybe végeznie ahhoz, hogy nyugalma legyen, a klubnak is nyugalma legyen, és úgy gondolom mindent meg is fog tenni ezért. Érdekes egyébként, hogy 13-ba nyert a csapat, 14-be 9. lett, nem jutott a play-offba. 17-be bajnok lett, 18-ba bronzérmes, utána 11. lett. Tavaly 6. helyen állt az Alba, amikor lefújták a bajnokságot. Én nehezen tudom elképzelni, hogy az a csapat elődöntőzött volna. Viszont én most mindent látok a tekintetben, hogy ez a csapat ott legyen a négy között, és hogyha így játszanak, ahogy a Debrecen ellen, akkor én úgy gondolom, hogy a Szolnok ellen is lehet esélyük itt. A kérdés az, hogy végig pályahátrányból küzdeni, elmenni a döntőig. Bár láttunk már olyat, hogy annak idején a Körmend a 6. helyről lett bajnok. Igaz, hogy akkor a német Isti visszajött Trevizóból, jött egy Toromen nevű amerikai, és akkor a Zsebe Ferenc volt az edző, és nagyon megfogalmazta, hogy akkor még volt lehetőség az igazolásokra egészen a playoff kezdetén, hogy nem ő lett jobb edző, hanem olyan minőségi játékosok érkeztek. Tehát lehet itt 6. helyről is bajnoki címet nyerni, roppantul nehéz, de úgy gondolom, hogy lehet még egy kört menni, akár úgy is, hogyha a Debrecent is kiüti a fehérvári gárda. Ámen. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát majd várunk ide benneteket még vissza a kezdőkörbe. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb, majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!